Üdv mindenkinek, ez itt a Binding of Isaac Rebirth, és nagyon sokat játszottam az előző két rész óta, vagy három, úgyhogy már megvan a negatív, ami nem polaroid, de mégis talán, nem tudom. A lényeg az, hogy megvan, és amit az előző ránba annak mondtam, hogy a random miatt kérdőjeles, az kiderült, hogy nem. Mivel nem, az a Curse of the Blind. Úgyhogy szerintem, mivel videóban még nem játszottam Judásra, ezért vele fogok játszani. Mivel ő a kedvencem. Úgyhogy... Merre? Hát akkor nézzünk először a nagyba. De szerintem annyira ráfügtem erre a játékra, hogy az nem igaz. Ez itt nem jó. Ez itt nagyon nem jó. Ez nem az a játék. Jó, hát akkor ezt nézzük el, és... Milyen szépen leállt a zene is mellé, nem? Tehát ez annyira... Nagyon jól kijött. Hát akkor egy Mom's Knife rununk van, Rebirth-ben. Oké, nem hardon vagyunk, mert... Általában... Ups. Hardon szoktam játszani, mert nem tudom miért, igazából, mert az olyan fun, de szia Beggar, kérlek egy Red Heartot vagy egy HP upot. Ez így, hogyha sérülök, akkor dobálok cuccokat. Egyetlen problémám, hogyha sérülök, meghalok. Amúgy nagyon jó dolog, és Mysterious Candy. Ezt még mindig nem tudom, hogy mire jó. Úgyhogy ezt olyan nagyon-nagyon kihasználni nem tudom. Nem akarok meghalni ebben a rámban, mert Mom's Knife... És milyen dolog lenne már azzal meghalni? Pedig egészen jó esélyem van rá. Nézzünk be a shopba. Hát, ha van ott valami Spirit Heart... Vagy bármi... vagy ez. Inkább shop. És igen, van egy Spirit Heart. Hát muszáj megvenni. Ott egy pup. Volt. Oké. Okay. Hát... Igazából... Van esélyem így már. Valahogy egy kerül ide ennyi pup. Talán ez ami Serious Candy. De egy Girlings. Mom's Knife-val meg úgy amúgy sem annyira durva ellenfél. Látjátok, már az egyik meg is halt. Hát azért jó dolog az, hogyha van nálunk egy kis plusz, mert már meg is haltam volna. És sérülésnél kaptam egy egész Spirit Heartot, ami igen jó dolog. Nézzük csak, hogy bombám nincs, úgyhogy ez a floor ennyi. Nézzük, hogy mire vállalkozunk Basement 2-be, mert Cellar még nincsen unlockolva. Viszont Catacombs és Necropolis, igen. Egy cent. Ezért megérte bejönni. Egy Spirit Heartot fizettem egy centért. De hát végül is lehetett volna akármelyik Devil Room item is, tehát... azért mentem be. Nem fogom mondani, hogy így... Nem mentem volna be, mert hogy minek, vagy hogy ne menjetek be, mert fölösleges ilyenek be bemenni. Hogyha megvan rá a HP-tök, akkor mindenképpen nézzétek meg, hogy mit tartalmaz. És it feels lucky. Talán több lootot kapok így pubból, mint hogyha ezt vettem volna észre. Úgyhogy inkább ezt fogom magammal vinni, mint a Mysterious... Nem tudom micsodát. Mert hogy puppal teli van az egész játék. És hogyha abból több loot van, az csak jó. Úgyhogy... Miért ne vigyem magammal? A másikról nem tudom, hogy mit csinál. És amúgy most vettem csak észre, hogy... ami egészen egyértelmű, de akkor is csak most tűnt fel, hogy teljesen, hogy... Ami eddig Isaacben csak X-up floroknál volt lehetséges, az most már... Talán ilyen nagy szobákkal lehetséges ebben is. Hogy ugye
egy szobának így, tehát most konkrétan nem tudom, hogy a kurzort mutatja-e, de erre gondolok itt. Jó, most hogy ezt megbeszéltük, akkor megöljük ezeket, akik így szépen körbe mennek és úgy próbálnak megölni. Kisebb-nagyobb sikerrel, de inkább kisebb, mint nagyobb. És hát, hogyha... itt... inkább nem mondom végig. Azt akartam mondani, hogy ha itt megsérülök, az... az már baj. Azt nem sikerült megsérülni. És igen, már vannak champion bossok is. Tehát azért haladunk oda, hogy a játék elérje azt a nehézséget, ami... az sima Isaacnél volt. És hülye leszek itt hagyni a Markot. Guffy's Hairball az... nem tartom olyan fontosnak. Nézzük csak, szinte esélytelen... nincsen tétődrök, oké. Okay. Tehát szinte esélytelen, hogy az item room mellett legyen a secret room. Valószínűleg tartom, hogy a shop mellett lesz. Au. Köszönöm szépen ezt a troll bombot. Kövessük ezt, és megnézem, hogy itt van-e. Igen, itt van. És így már egy kicsit könnyebb is lesz hozzáférni. Hát ezt köszönöm szépen, nem kérem, a shopra vagyok kíváncsi, hát van ott egy key. Meg ezt a pókot sem kérem, köszönöm. Na, ezt az itemet nem ismerem. Viszont nincs is pénzem megvenni. Úgyhogy... én szerintem továbbra is felfedezem a pályát, és majd kiderül, hogy mit kapok, mit nem. Úgy néz ki, hogy ennyi volt, tehát akkor ez egy kicsit gyorsabban eldöntötte, de kaptam egy kulcsot. Hát, talán megveszem a pilt. Ez egy jó kérdés. Rosary. Az 3 Spirit Heart. És Fate Up. Talán úgy vettem észre, hogy ebben a játékban már van Fate és Sin, tehát valami közel lehet ahhoz, hogy végül is most... miért erre jöttem ki a shopból? Miért nem az ajtaján? Mindegy. Tehát valami közel lehet a Devil és Angel Roomokhoz. És itt megveszem a Pilt, illetve a bombát. De a Pilt azt csak a következő flooron akarom elnyomni. Hát, ha valami olyan, ami jó. Mert hogyha egyetlen dolog, amiért most kéne elnyomni, az a telepill. Hát, ha egy IMRO room. De... az összes többit nem akarom itt elnyomni kb. Úgyhogy caves, health down. Szuper. Akkor ott vagyunk, ahol kezdtük. Ezt nem kérem, köszönöm. Ebből a curse room-ba is be fogok nézni. Matchstick. Tekintve, hogy elég kevés bombám van, jöjjön. Kettő Black Heart, az végül is olyan, mint a Spirit Heart, csak hogyha elveszítem, akkor kapok érte egy death kártya effektet, azaz mindenkit sebez a szobában. És a kutya meg elkezdett ugatni. Mert miért ne? Egész konkrétan azért, hogy miért ne. Hát jó. Akkor nézzük, hogy ki a boss. Mega Man! Hát... ezzel megölted magad, vagy nem? Mindegy, én megöltelek végül. Stem Cells, elveszük már HP up. És... innen elviszem Guppy's Color-t. Mert 50% eséllyel újra éledek, hogyha meghalok. Ami egy jó dolog, nem? Tehát meghalsz? Hát, nem. Igaz, hogy van esély arra, hogy rögtön nem fog működni. Arra is van esély, hogy vagy 10-szer fog működni. Tehát ez az 50%. Viszont megtarthatom minden Red Heart containeremet, de fél szívvel fogok visszajönni, tehát fél visszatöltött szívvel, inkább így mondanám. Kéne egy item room. Ott az a csillag egy trinketet mutat. Igen, amit elhagytam. A matchstick még mindig nálam van.
Mert szükségem vannak a bombára. Jó. Akkor úgy néz ki, hogy ez a matchstick most valahogy fordítva működik, mert rohadt sok kulcsot kaptam. De nem baj. Ez a spacebar item vagy a bomba upgrade? Ez a bomba upgrade. Na, akkor kaptam bombát is. Amit megnézek, hogy itt van csak. Nem is ebből a szobából fogom. Ne kelljen ennyit járkálni. Tehát vagy itt lesz a secret room, vagy lent. Akkor lent. Azt mondtátok, hogy a falon észrevehető, hogy hol van, de... Én mondjuk itt nem láttam semmi különbséget, hogyha ti igen, akkor szóljatok. Nyugodtan. Hát Mom's Knife a Liberty Cap nem sokat ér. Talán csak néha az, hogy Rio Wizard, hát ez semmit nem ér a Mom's Knife-al. Szerencsére. És Batrip! Nem mondanám, hogy valami jó pillek. Shopba fölösleges benézni. Second Secret Room pedig egész konkrétan lehet egy helyen, vagy kettő. És ezt meg is nézzük. Mert ez most... Ja, hát akkor csak az egyiket tudom megnézni. Tehát vagy itt van, vagy máshol nem érem el. De itt van. Teli szívekkel. Köszönöm szépen. Ez egy olyan dolog, amire szükségem volt. Mit is hagytam itt? Egy family art, amit itt is hagyok. Végül is az a family art azt csinálja... ezt kinyitjuk. Hogy... azokat a legyeket lövi, amit a mulligan, vagy guppy, vagy bármi. Nézzük, ez mit ad. Hát itemjeim maradtak. Nem tudom, hogy ez mit csinált. be akarok nézni a Curse Roomba. Köszönöm két bombát. Végre működik a matchstick, bár gondolom ezt magától is megkaptam volna. Na, itt a kettő Blackheart-on vissza. És abból egy már is mínusz. Mert hogy, mivel mondtam, Spirit Heart-nak kezeli, hogyha fél Spirit Heart-on vagy és felveszel egy Blackheart-ot, akkor fél Blackheart-on leszel. Itt most mik ezek a hangok? Jó ég. Úgyhogy... szóval meg vagyunk, már csak egy van belőled. Nem ment olyan messzire, mint én gondoltam, hogy menni fog. Curse of the Blind van? Igen. Akkor lehet, hogy ezt csinálta. Book of Random. Nos, jó lenne észben tartani, hogy a shift-tel bombát rakok, úgyhogy... felrobbantottam közben magamat egyszer, de hát nézzük el nekem. Tehát Book of Random. Szerintem ez egy compass-t mutatott. Igazából Book of Belial-lel még mindig jóban vagyok, úgyhogy miért akarnám elhagyni. A shopot már megnézném, hogyha megtalálnám. Úgyhogy kérlek, adj egy shopot. Ez már tudom, hogy hol van. Azt tudom, hogy minden lefelé van, de hát nagyon másfelé nem is tudtam volna menni. Úgyhogy ez a Book of Random, ez most nagyon nagy segítség volt. Remélem, hogy többször valami értelmesebb effektet fog adni. Bár hogyha lenne mappen, vagy valami későbbi flóron lennék, akkor ezt is nagyra értékelném. Így viszont annyira nem. Ez pedig egy full health, köszönöm szépen. Hogyha nem kaptam volna egy health down-t egyszer már, akkor talán még jó is lenne. Mert ez a health down szerintem már health up, tekintve, hogy egy HP-n van. Ebben viszont nem vagyok annyira biztos. Az is lehet, hogy marad health down és megöl. És nem olyan... wow, kedves. Bár... csak megtartották azt, hogy pillán nem tudod magadat megölni, tehát Batrip is full health. De az is lehet, hogy nem. Reméljük a legjobbakat. De egy Empress, ami...
Horror of Babylon effect. Oh, szia Grid. És akkor ezt gyorsan megbeszéltük, hogy mire fogom költeni a pénzem. Gridre. Akkor kéne egy money equals power. Bár damage-en nincsen problémám, ne értsetek félre. De, ujjaj, de nem akarok ebbe a szobába lenni. Ezeket a enemiket még mindig utálom, tehát attól, hogy Rebirth az utálat nem múlt el. Csak mert tudjátok, hogy régen is őket utáltam. Ujjaj. Ugy. Talán ezek már nem egy egészet sebeznek, mint egy egész szívet. Nem tudom. Haló, hát Mom's Knife-val ez sosem volt nehéz. Most... Bible? Hol járunk? Catacombs 2. Oké, először még a Book of Belial-t viszem magammal. Hát jó. Tehát a Book of Belial-t ezért hoztam ide be, de... Egy hitelen is lehet Krampus, úgy néz ki. És Lamp of Coal? Nem, Head of Krampus. Hát megmutatom, hogy mit csinál. Elég jó, de... Igazából jobban szeretném az achievementet megszerezni a Bible-lel. Úgyhogy... Ennek lehettek most szemtanúi. Ez csak Necropolis, mert... Szeretjük a Necropolis, nem? Ti se? Hát nem értem, hogy mi a baj veletek. Még az olyan jó. Csak kicsit nehezebb, mint a Depths. De szeretjük a kihívást. Legalábbis én biztos. Most a Bible-t szinte semmi másra nem fogom használni. Csak akkor van értelme, hogyha... Most nagyon idegesít. Tehát csak akkor van értelme, hogyha valamit meg kell szereznem, amit csak repüléssel tudok. Aj, de utálom az ilyen szobákat. Egy Mom's Head. Vagy Hand. Head. Az kéne még. Jó. Akkor... Minél többet így rögtön iktassunk ki. Szuper. Sérülés nélkül megoldottuk ezt a szobát. Azért megoldottuk, mert segítettetek nekem. És köszönöm szépen, hogy mellettem álltatok. Jó. Ja, mondjuk itt elnyomhattam volna a Bible-t, de... Azért nem tettem, mert végül visszakaptam a bombát. Tehát fölösleges lett volna. Fel akarom... Oh, left hand. Az jöhet. Nézzük ki a boss. Te ki vagy? Az a... Oh, ne csinálj sötétet. Oh! Ez... Szemét dolog volt. De Evil Ranger shot speed up. Talán a Ranger az már effektelője a Mom's Knife-ot, úgyhogy ez jó. Tehát ezt fel akarom robbantani. Na, tehát ezzel a bosszal most találkoztam először. Itt talán van egy secret room. Vagy talán nincs. Ez van. Igazából. Bár... Ja, valószínű, hogy itt van. Mert még nem tudom, hogy hogy vannak az item room és... mi az? Shop helyzetek. Úgyhogy... Ez talán így hülyeség volt megtippelni. De még mindig azt tartom legvalószínűbbnek. Vagy talán itt? Ez a szoba. Ezt miért csináltam így? Ez régen sem... Azt hittem még egyszer meg... Jó. Hagyjuk. Ez nem történt meg. Aki azt mondja, hogy megtörtént, azt kitiltam a csatornáról. Vagy nem. Ezt a familiárt azt hiszem, hogy már egyszer megkaptam. Igen. Ő... Ahogy harcolok, néha egy olyan pókot tesz le, amit még az első streamben megismerhettünk. És talán ezt a jart is láttuk már. Én biztos, de szerintem ti is. Hát... lehet benne gyűjteni red heartokat. És hogyha elnyomom, akkor... Mert ez egy space bar item. Hogyha elnyomom... Akkor kiadja magából
az összes Red Heartot. Hát így egy Red Heart-tal annyira nem nagyon akarok lehülyéskedni. Jó, akkor a... Bár nem, még lehet, hogy erről meg tudom kerülni. Nem. De rendes ajtón fogunk bemenni. Azt hittem, hogy nem ad semmit, na megint a champion. Bumsar Key. Túlzottan nagy különbség nincs. De nincs csak. Befelé lehet ingyen menni. Akkor már... Ó, milyen szép ezek a szárnyak. Milyen szép ezek a szárnyak. Tehát... Isaacnek csak a feje mozog. Jó. Tehát szépek a szárnyak. De milyenek voltak. Az egyik az Health Down. Egy Speed Up. És egy Bat Rip. Köszönjük szépen ezt a jó szívűséget. Majd valamivel viszonzom. Vagy nem. Hirtelen... Itt nem tudtam, hogy... Jó, ezt jó tudni, hogy itt van. De nem tudtam, hogy miért van a szívei mellett az a szorozva egy kérdőjel, de rájöttem, hogy Guppy's Colort elvettem. Úgyhogy még akár bármire is esélyünk lehet. Brimstone. Annyira nem szeretem őket, mert valahogy a Brimstone már tovább tart, meg, vagy másképp működik, mint eddig. És még nem vagyok hozzá teljesen hozzászokva. Csak lesz elég szoba. De hát ez a kettő Spirit Heart megérte. Szia, Chubb. Köszönöm. Egy kulcs. Jó. Igaz, hogy már szinte soha nem fogom használni, de... Köszönöm szépen a kedvességet. Nem. Ez nem így működik. Talán régen így működött, de... Ez mi? Jó. Tehát akkor most, hogyha jól gondolom, a bombáim mostantól pupok. Legalábbis a képből én erre tudok következtetni. És megnézem, hogy itt van... Igen. Wow, hogy az egész szobába toxik. Ez így egész jó. Ez pedig egy flat penny. De kulcsból van elég. Úgyhogy maradunk a left handnél, hát ha kapunk még valamit, ami... hasznos, igazából tök mindegy. Veszek Devil Room itemek, meg Spirit Heartok, más annyira nem hasznos a Red Chestben. Nézzük, hogy mit tart a nagy szoba, vagy mit tartogat, hogy talán egy kicsit magyarosabb, nem? Innen eltaláljuk? Ó, hát persze, hogy eltaláljuk. Profik vagyunk mi. Plusz két bomba. Valahogy matchstick nélkül több bombát kapok, ez... Nekem egy kicsit fura. De ezek a púpok... Tehát valahogy tényleg Edmund nem viccelt, mikor azt mondta, hogy... Teli van púppal a játék. És még egy item, amiről nem tudom, hogy micsoda. Úgyhogy megveszem. Champions Bad, Damage Up és Challenge Up. Remélem, hogy ezzel most nem szivattam meg magam. De hát... Szeretjük a challenge-et, nem? Nem? És egy health up, ami igazából, mint tudjátok, health down lenne. Csak hogy egyszer már megszivatott, kétszer nem fog. Vagy megszivatna még egyszer is, de nem tud. Voltunk, nem voltunk az item roomba. Vagy de, voltunk az item roomba. Úgyhogy... Mom! Hello! Köszönöm szépen! Ó, és ennyi. Azt hittem, hogy elnyomtam még egyszer. Megvan a Dark Boy! I'm a motherfucking pro! Jó, majdnem lett egy... Guppy's Head. Ez már kettő Guppy item. De ami a fontosabb,
az a Bible tovább vinni, hiszen Mom's Heart-ot is ezzel szeretném kinyírni. Úgyhogy megnyünk tovább, és megvan a Dark Boy, ami tudnélik utolsó előtti achievement volt nekem a Platinum Gathoz. Úgyhogy... wow. Erre nem tudok más mondani, csak wow. Na, creep, hogy eltűnik, akkor tudom folytatni a runt. Ó, ezt a bosst hogy utálom. Egyszerűen nem tudok nála szemetebb bosst, ez így nem lesz jó. Jajaj. Ennyi? Jó. Oké, ezt már nem tudom felvenni. Oké, talán megvan egy szemetebb boss. Jó, Mask of Infamy, persze, nem kell túrogozni itt azt, hogy eltűnik. Inkább nem akarom kinyitni. Ez egy library. Amiben van egy... ez működik Mom's Knife-val? Hát mondjuk így ellenfél nélkül nem tudom megmondani. És Jump! Ami igazából egy egészen jó dolog. Csak az a probléma, hogy Book of Belial. Nem, Bible. Book of Bible, az... igen. Tehát a könyvek könyve. Vagy a könyv könyve igazából, mert nem Books of... mindegy. De, mert a Bible az nem könyvek, vagy... na mindegy, ebben nem menjünk bele, mert úgyse tudom. Mindenki meghal, aki velem ellen szegül, mert így kell játszani, meg uralkodni. Ja, Mr. Boom. Mr. Boom, itt a Secret Room? Nem. Hát ezt jó tudni. Szia, Csab. Jajaj, majdnem megöltél, vagy megsebeztél, Csab. Nem szégyelled magad? Hány, elmondjunk, ez még nem is a Vroom 2, úgyhogy nyugodtan bejöhetek. Gothead, ami azt írtátok, hogy nagyobb lesz a Devil Room esélye. Én ezt áttenném arra, hogy szerintem 100%-os a Devil Room esélye. De hát végülis a 100% is nagyobb, mint a bármi más. Bár, ha jól tudom, 100% fölött is lehet a Devil Room esély, vagy legalábbis lehetett. Úgyhogy ezt a kijelentésemet visszavonnám. Annak ott mi értelme van? Jaj, tudom, hogyha olyan lenne, sőt volt is itt, aki engem követ, és akkor a tüskébe csak akkor tudom belevinni, hogyha kinyitom. Van ebben logika? Csak Mom's Knife. És a Mom's Knife az annyira... nem egy olyan item, amire ki van találva a játék. Mármint hát... nem, de... hagyjuk, jó? És igen, ezt a kulcsot nekem ki kellett robbantani, mert három kulcs nem elég az egészen pontosan nulla szobára, amit ki akarok innentől nyitni. Hiszen ugye shop nincs, item room nincs, de vannak chestek. Úgyhogy nézzük ki a boss. Strolex. Legalább meg van poisonölve, nem? Nem? Hát jó. Ú, de utálom ezt a bosszt, egyszerűen nem tudom eltalálni. Régen valahogy jobban ment, de... nem. Ez már nem az a Skolex, akit régen ismertem. És meg kellett sebezni, mi? Ezt szerintem nem tudom, hogy micsoda. All set up. Den valami, amit nem olvastam el, mert kiakadtam az all setupon. És hogyha emlékeztek, akkor... ah, most nézem ki, hogy milyen szép a szem. Tehát emlékeztek, mondtam, hogy ez egy fly item biztos, úgyhogy nem veszem el. Nem, nem az, ez egy familiar, aki ezt a creepet húzza maga után. Nézzük, van-e még valami a szobában, amit szeretnék? Nem, nincs. Úgyhogy megyünk tovább. Méghozzá Womb 2-be. Egyenesen Idlibshez, és az arcade egy olyan arcade, ami régen is volt. Ja, játszunk egy kicsit. Köszönjük szépen a pénzt, köszönjük szépen az enemit. Ez még... bár az se biztos, hogy már ez a bugéja, ami régen. Ez egy Hellthorn, köszönöm szépen. Úgyhogy... ja. Nekem nem tűnt el egy
HP-m. Nem mindegy. Szerintem eltűnt. Ó, kösz... Mindegy. Hát akkor cseréltünk egy kulcsot egy Spirit Heartra. Vagyis két kulcsot két Spirit Heartra. Ó, még egy kulcs. És de gyorsan a championöket kinyírjuk. Ezek nem is championök, csak érdekes a színe. Kell a... nem kell. Missing page minek. Most viszont a championöket kinyírjuk olyan gyorsan, ahogy megjelennek. Igazából ez nem sikerült, mert ahogy beléptem, megjelentek a championök. Jajjaj! A lila championöket annyira, vagy rózsacím, vagy mit tudom, milyen inkább lila. Championöket annyira nem szeretem, mert össze-vissza lövöldöznek. És nem kell hozzá semmit csinálni, még az se kell, hogy alaplőjön az az enemy, csak lövöldöznek össze-vissza. Szerencsére nem homing shotot, úgyhogy full health. Are you wizard? Nagyon jó. Empress vagy full health az... talán többet segít. Meg tudom oldani, hogy lemenjek félszívre. Vagyis nem teljesen félszívre, csak... annyira félszívre. Hogy félszíven legyek. És ez kicsit könnyebb lett, mint gondoltam. Tekintve, hogy maga sebzés adott... most itt eszembe, hogy ide be kéne nézni. Tehát maga a sérülés adott nekem egy szívet, mint egy fél szívet. Na nézzük csak. Hát legyen. Megírje! A Nine Life. Mert Guppy lennék, viszont nem. Volt már ilyenem, hogy Guppy voltam Mom's Knife-val, és nem működik a kettő egyszerre sajnos. Szerintem bug, de a lényeg az, hogy most nem leszek Guppy. Hát sajnálom pedig. Ha nem lenne Mom's Knife... itt volt valami szív, igen. Jó, akkor a Health Down-t azt ott tartjuk. És arra már ugye nem kell elmennem. Jó. Akkor megyünk fölfelé. A Bible még mindig nálam van. És remélem, hogy a Mom's Heartot még mindig egy hiteli. Ez mellé ment, de nagyon. Mindegy, kaptam két bombát. Ha! Azt ott hagyjuk. Azt soha többé nem megyek arra vissza. Nem vállalom a felelősséget. Ujjaj, azt nem kellett volna fölvenni. Ahogy te még itt vagy. Nézem, hogy miért nem nyílik. De még Mom's Heart előtt, hogyha nem kapok... kell ennyi bomba, nem. Tehát, hogy nem kapok egy fél szívet, akkor vissza fogok menni érte. De ott van. Oké, ki tudok innen jönni, úgyhogy... a Bible! Fetus in a Jar és Demon Man. Talán meg lesz a sátán kill is, úgyhogy miért halogassuk. Talán most már megtudom majd, hogy mire jó a Fetus in the Jar, oké, és Challenge 9, oké. Tehát talán már megtudom, hogy nem tudom már mire akartam, de meg fogok itt halni. Mivel Curse of the Unknown... hogy meg tudom, mire jön a negatív, igen. Tehát Curse of the Unknown, tehát nem tudom, hogy mennyi HP-n van. Viszont azt megtudhatom, hogy hogy állunk itt a Fallen Kill-lel. Egész jól végül is. 3 fly. Legalább mapen van. Nézzük mindennek a jó oldalát. Inkább nem, közi. Ujjajjaj, ez egy trap. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Csak gondolkozni kell, látjátok? És már is nem halunk bele, hogyha gondolkozunk. Bár ez egy olyan tanács, amit mindenhol fel tudtok használni.
talán sehol-ban lehet használni a Bible-t, csak... Sátánnál nem, remélem. Igen, ez az. Tudod, be akarok nézni. Jól van. Másokban meg bomba, mi? Nem, ugyanez. Erre nem számítottam. Viszont egy jó kérdés, hogy honnan tudom, hogy mikor kell majd a full health-et elnyomni. Ez kép, ez egy csoda. És egy tinted rock. Tehát a full health-et valószínűleg akkor fogom elnyomni, hogyha negatív aktiválódott. És remélem, hogy ezt meg is tudom. Wow! Azt a félszívet nem veszik fel. Komolyan? De úgy egészen komolyan. Na, te nem halsz bele ilyen... Oh, hogy közben húz maga felé ez a cucc. Értem. Wow. Akkor most nyomjuk el a full health-et, úgy néz ki. Ez a szoba üres. Oh, oké. Okay. És nem tudom, hogy ki hol van, jó. Ez egy kicsit könnyebb. És ezeket meg felrobbantjuk. Hiszen van esély arra, hogy Spirit Heart-ot dobnak. Egy. Ez is valami. Úgyhogy visszamegyek a fél szívért, ami itt volt. Köszönöm. Hát a negatív az nem Polaroid. Ki gondolta volna. Igazából, de... Akkor nem tudom, hogy mire jó. Ez a probléma. Mint látjátok, a Guppy Scholar egy nagyon jó kis befektetés volt. De Tinted Rockból hiányom van még mindig. Jó. Itt robbanban még... Így is jó. Hát nézzük, fogalmam sincs, hogy mennyi HP-n van. Jó, hogy kb. Most. Hát majdnem. Közel volt. Maradjunk annyiba, hogy közel volt. És az úgy mindenkinek megfelel, nem? Nos, akkor... Ne halljunk meg. Talán ez egy olyan taktika, amit hogyha használok, akkor meg is nyerhetem a ránt. De... Nem jött össze. Viszont köszönöm szépen. Remélem, hogy tetszett a videó, és során, amennyiben igen, akkor hagyjatok egy lájkot, kommenteljetek. És hétfőn találkozunk, vagy amikor nézzétek a videót, tök mindegy, legközelebb. Bye bye, nagy sziasztok. Majdnem eszképet nyomtam.